Góranga! Szivárványos, jó reggelt kívánok mindenkinek! Csak a fele látszik. Na szóval, nagyon komoly ötletem támadt, úgyhogy graffiti művész kerestetik Tenerife-re. Hát, ha esetleg itt él, az szerencse, vagy ha itt vendégeskedik, az is. De ha esetleg Magyarországról, vagy bárhonnan érkezne, akkor abszolút ilyen önkéntes munka jelleggel, tehát ugye a szállás, utazás az önköltséges, de az itt tartózkodás az az én terhem. Tehát, jaj, Nishima, ne panaszkodjál már, te mindig panaszkodsz. Ezt nem hiszem el. Na mindegy. Szóval, ebbe a meseveli környezetbe, ami hát azért nem minden esetben meseveli, szóval ebbe a csodaszép tájba szeretnék ilyen típusú freskókat festetni. Na most igen, már a én azt már Facebookra föltettem egy videót, ott ugye már elhangzottak kérdések és problémák. Tehát a lényeg az, hogy ez egy magánterület. Nem természetvédelmi terület, arról nem beszélve, hogy tulajdonképpen, ha jön erre valaki, akkor ezt látja. Tehát ez nem a városhoz tartozik, meg nem a város gondozáshoz. És tulajdonképpen ahhoz el kell idáig jönni, hogy innen valaki lenézve, mondjuk, lásson valamit. Na most, amit én szeretnék, és amihez keresek, nagyon lelkes graffiti művész. Tehát nem azt, aki, mit tudom én, ilyen kereszt, meg olyan szöveg föl tud fújkálni, hanem konkrétan ezekre a sziklákra szeretnék, hát főleg azokra, azokra a nagyokra, hát freskókat konkrétan, tehát igazából nem is azt mondom, hogy graffiti. Na most, én ezt a YouTube-on elmondtam, tehát itt rengeteg ilyen fal fújkálás volt. Én, amit tudtam, már lekapartam, meg levertem, tehát itt lehetnek látni, ilyen nyomokban még azért ott vannak. Ezek ilyen nagyon szép ákombákomok voltak, ugye ott is van még egy ilyen csodaszép alkotás. Na most ezekre a sziklákra abszolút ilyen, tehát védikus tartalmú, hát művészi alkotásokat. Váltok, mindjárt nézzünk valami szépet, pillanat. Tehát aki valami ilyesmit tud festeni, váltok, vagy például ilyet, na, macskám csak mondja. Vagy ilyet. Természetesen nem maradt le Nishima. Na, szóval a feladat adott. Tehát ezt mondom ilyen... várjátok. Hát aki érez magában indítatást, most már csönd van, nem, még nincs csönd, jó van, még nincs elég közel, hogy egy ilyen környezetbe maradandót alkosson, amit tudok vállalni, tehát nyilván a festéket meg az eszközöket azt én beszerzem. A művész úr vagy hölgy itt tartózkodását, azt minden szempontból, tehát én állom, ugye az étkezés, tisztálkodás az óceánba, de jóval inkább forralok vizet, hát kiskádba mosdani, jóval, mert fürdőszoba az nincsen. Nagyon finom vegetáriánus ételeket készítek, zöldség, gyümölcs, minden, abszolút lelki környezet. Tehát ilyen, hát szerintem elég mesés egyébként.
És hát ennyi lenne igazából a feladat, meg maga a lehetőség. Cicával, kutyával, patkányokkal, egerekkel, galambokkal, vészmadarakkal, most tegnap éppen vészmadarat mentettünk. Szóval, aki kedvet érez, mondjuk azért mutasson referenciákat, szóval mondom, most nem az a lényeg, hogy összefújkáljuk itt a köveket, mert az nem érdekel. De nagyon szeretném, ugye ez egy zarándok hely már egyébként, és minél inkább megteremteni ezt a, hát ezt a lelki hangulatot, ezt az asram, végülis asramnak mondják, lelki menedék. Tehát akár ilyen, tehát a kisebb kövekre, mondjuk ami földön van, az nem, tehát olyat nem, de akár lehet például kis ábrákat is készíteni. Akkor ugye, hát a YouTube-on elmondtam, nem a YouTube-on, a Facebookon, hogy ugye itt van az Urgan is, és például őt is meg lehet festeni, de arra lehetséges, hogy itt lesz egy hölgy Tenerifén. Ja, tehát lehet mosogatni, kezet mosni, szóval azért annyira nem, hogy is mondjam, annyira nem Flintstone a hely. Tehát, hogyha valaki érez indítatást, hogy valami nagyon-nagyon maradandót alkosson, és tudja vállalni azt, hogy ide jön, vagy esetleg már eleve itt van Tenerifén, akkor vegye föl velem a kapcsolatot, és majd beszélünk. Tehát ugye ezeket a ákombákomokat is el lehetne tüntetni. Ide terveim szerint a Hare Krishna Maha Mantra szanszkritul lenne felfestve, valamint tehát ezekre a felületekre lehetne valami nagyon szép ábrákat, festményeket. Akkor itt van egy ilyen nagyobb felület, ugye ez a Góranga terasz. Meg hát mit tudom én, ahogy alakul. Meg hát ezek lennének a nagyobb kihívások, ezek a kövek. Ha valakinek felkeltettem az érdeklődését, akkor kérem, vegye föl velem a kapcsolatot, és megbeszéljük. Tehát mondom, ezt mint önkénteskedés kell értelmezni ezt a pályázati felhívást, és hát nyilván a szükséges kellékeket azt én biztosítanám, valamint a szállást és az élelmet. Jó, hát a vendégszobát azt más videókban már megmutattam. Tehát ugye ez a terület van most fejlesztés alatt, ugye ezt éppen zöldítem befelé, hordom orrba szájba a növényeket, már készülök a esőzésekre ilyen vízgyűjtőkkel. Tehát én egyébként folyamatosan ugye így hozogatom a növényeket, ezek ilyen kukák, és akkor megpróbálom új életre kelteni, aztán vagy sikerül, vagy nem. De ezeket a köveket, úgyhogy ugye körbe lesznek majd itt ültetve, meg teljesen tiszta zöld lesz minden, de ezekre a sziklákra például lehetne ilyen különböző freskókat, valójában freskókat gondoltam. Hát oda föl nem másznánk, meg ott azt szerintem azt nem is lenne célszerű összefújkálni. Tehát úgy mondom, hogy ami ugye lentről az iskolától látszik falfelület, azt nem, csak amit konkrétan tőlem, illetőleg bentről lehet látni. Pillanatra megállítom. Tehát például ugye ez a templom szoba, és ide lehetne gyönyörű szép freskót. Ez egyébként nem is látszik sehonnan. Ez se föntről nem látszik, se lentről. Mert ugye ezekre nagyon oda kell majd figyelni, hogy mi az, amit szabad, mi az, ami nem. Ugye itt vannak a szentírások,
Hát igazából nekem egy ilyesmi kép lenne a legjobb, ha ezt valaki föl tudja festeni. Különböző helyekre égtájak szerint lehetne jantrákat festeni. Ugye ez a vámana jantra. Ez, hát nem tudom most ez melyik jantra. Tehát ezek ugye ki lettek nyomtatva. Ugye ilyenek ezek a bizonyos írásjelek. De ezeket például föl lehetne festeni. Ezek védelmező jantrák. Akkor itt van ez a felület. Van ekkora létrán, meg ide föl tudjuk ezt kövezni úgy, hogy itt biztonságosan lehessen dolgozgatni. Tehát ezt meg lehetne csinálni. Ez szintén nem látszik az égvilágon sehonnan, csak ugye innen a templomszobából. Tehát ezeket a felületeket nem izélgetnénk, festegetnénk, viszont ezt szintén meg lehetne festeni. Akkor ezt szintén meg lehetne festeni. Na hát nagyjából ilyenek. Meg ezeket. Ezt. Mit kíváncsiskodol? Mit kíváncsiskodol? Kíváncsiskodik. És patkányom. Na, hát elmondtam mindent. Remélem, hogy megtalálom a megfelelő szemét. Ezek egyébként lelki cselekedetek, nem tudom, aki spirituális beállítottságú, ő azt érti, hogy mit jelent. Tehát konkrétan... Tehát ez egy lelki cselekedet, ezt Szukritinek mondják, tehát ez egy nagyon jámbor tett, és rendkívül kedvező karmikus visszahatásokat eredményezhet. Na hát, ha valaki például ezt föl tudná festeni, hát az maga lenne a nem is tudom mi lenne. A csoda. Na jó van, nagyjából elmondtam mindent. Meg hát ugye ezeket az írásjeleket, ez ugye azt jelenti, hogy Om. Tehát a legfelsőbb úr. Na. Hát várom a érdeklődőket, vagy jelentkezőket. Erre a felületre is lehetne festeni. Meg... ezt a részt is meg lehetne csinálni. Mondjuk ez csak egy raktár, igazából ennek annyira nincs nagy jelentősége. De itt is esetleg itt lehetne gyakorolni. Hát mondjuk ez itt egy konyha, úgyhogy ez nem fontos. Ez nem fontos. Na jó van. Legyen csodaszép napotok, és ha bárkinek felkeltettem az érdeklődését, akkor Messengeren, WhatsAppon, vagy valahogy találjon meg. Hari Hari Ball.